A Napsugárvárosi Napközistáborban a gyermekek változatos sportolási lehetőségek, sokféle kézműves és ismeretterjesztő foglalkozás mellett a Városi Képtár és a Hetet Hét Játékmúzeum, vagy a Sóstó Vadvédelmi Központ interaktív programjain is részt vehetnek, és a Koronás Parkba is ellátogathatnak. Kánikula idején pedig a városi strandon nyerhetnek enyhülést. Emellett a tábor területén a játszótérre lehetőség van pihenésre, társas játékokra, kötetlen kikapcsolódásra is. A már hagyománnyá vált programjaikon kívül számos új lehetőséggel színesítik a táborozó diákok mindennapjait. A velencei gyermek- és ifjúsági táborban az előző évekhez hasonlóan újra lesz lehetőség sportolásra, társasjátékozásra, rejtvényfejtésre, kézműves foglalkozásokra, valamint kirándulásra és strandolásra is. A 4 hét programjait úgy állították össze, hogy minden héten más jellegű foglalkozásokat tartanak, így garantáltan az se fog unatkozni, aki több turnusba jelentkezik. A tábor programjai közé tartozik még az elengedhetetlen tanárdiák sport és szellemi vetélkedőn túl az esti lézerharc és számháború, valamint mindegyik hét zárásaként egy-egy közös buli. Az évről évre visszatérő táborozók miatt a helyek viszonylag hamar betelnek, ezért érdemes minél hamarabb jelentkezni. A táborokba 7 és 14 év közötti elsősorban székesfehérvári állandó lakcímmel rendelkező és székesfehérvári iskolába járó gyerekek vehetnek részt. Jelentkezni a képernyőn látható weboldalon lehet. A vidéki lakcímmel rendelkező és székesfehérvári iskolába járó gyerekek április 22-től jelentkezhetnek a táborba szabad kapacitás függvényében.